Ebben az esztendőben én már 5. alkalommal várják a népi kultúra, népművészet iránt érdeklődő fiatalokat a Rácz utcába, a Székesfehérvári Kézművesek Egyesületének nyári táborába. A tábor szervezői számára évről évre nagy kihívást jelent, hogy az általános iskolásokkal ideje korán megismertessék a kézműves mesterségeket. 5. éve, hogy csináljuk a gyerektábort, illetve meghirdetjük, és visszatérő gyerekek is vannak, gyakorlatilag itt nőnek bele a kézművességbe, mert kezdték 7 évesen, most meg már 13-14 évesek, úgyhogy nagyon szépen haladunk. A héten varrunk, szövünk, nemezelünk, gyöngyöt füzünk, makramézunk, úgyhogy ezekkel a mesterségekkel ismertetjük ezen a héten meg a gyerekeket. A kézműves mesterségek tanulása során mindenki bekerülhet egy csodálatos világba, ahol eléje tárul a magyar népművészet, a népi iparművészet, az iparművészet sok-sok kincse, gazdag tárháza. Tanulunk hímezni, pelenkát varrunk, meg táskákat csinálunk, mindenféle dolgokat, és sokat hímzünk azon kívül. Meg díszítünk dolgokat, meg varrunk plüssöket és tömünk. A Fehérvári Kézművesek Egyesületének tradíciója, hogy kicsik és nagyok, gyerekek és felnőttek örömmel jöjjenek az alkotóházban, hogy egy-egy foglalkozás rendezvény alkalmával megismerkedjenek a hagyományokkal, megtanuljanak egy-egy kézműves mesterséget, és közben, ahogy most is, megtapasztalják az alkotás örömét.